Drasztikusan emelkedtek az elmúlt években az albérletárak. Szénmonoxid érzékelőkre pályázhatnak az első kerületben élők. És szenzációs leletek kerültek elő egy pincéből a dísztéren. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Sokaknak indult bosszúsággal a napjuk. Kedden reggel a Hév kaszásdűlő megállójánál kigyulladt a felső vezeték. Emiatt a szerelvények egyik irányban sem közlekedtek egy ideig. Mint ahogy ezen a nézői felvételen is látszik, rengeteg utas vesztegelt a megállókban. A Szentlélek tér és Békésmegyer között aztán pótlóbuszok szállították az utasokat, amik kijavították a hibát. Drasztikusan drágultak az elmúlt években az albérletek. Csak az elmúlt egy évben több mint 10%-kal nőttek a díjak. A szakértők szerint azonban idén már nem kell ilyen mértékű áremelkedésre számítani. Magyarország ismét dobogós. Bár az albérleti árak növekedési üteme nem mindenki számára jelent pozitív megítélést, ám tény, hogy az elmúlt alig több mint egy évtizedben 60-70%-kal emelkedtek a bérleti díjak, és az utóbbi három év díjnövekedési mértéke kontinens szerte is kuriózumnak mondható. Ennél nagyobb ütemben csak Litvániában és Csehországban drágultak az albérletek. Előbbiben szinte duplájára nőttek az albérletárak az elmúlt 12 évben, Csehországban pedig 80%-kal emelkedtek a bérleti díjak. A Budapesten és a nagyvárosokban 10, illetve 11%-kal drágultak a kiadó lakások bérleti díjai az elmúlt 12 hónapban, ami azért érdekes, mert az elmúlt fél évben és az elmúlt negyed évben már nem nagyon volt elmozdulás, körülbelül 2-3%-os drágulás volt megfigyelhető ebben az időszakban Budapesten, illetve a legnagyobb városokban. Ahogy hallották, a múlt év végén lelassult, vagy egyes esetekben megállt az albérleti díjak növekedése, ám ebben a szakértők szerint többek között annak is szerepe van, hogy az úgynevezett apartmanosztatást vagy Airbnb-zést egyre több kerületben feltételekhez és adózáshoz kötik. Ezért sok lakástulajdonos visszatért az albérleti piacra, így a növekvő kínálat is fékezte a drágulást. Általánosan elmondható, hogy a budai oldalon a belső kerületek drágák ugyan, de itt az áremelkedés üteme nem volt olyan ütemű, mint egész Budapest tekintetében. Vannak olyan kerületek, például az 5. kerület, vagy éppen a 6. kerület, ahol szinte stagnáltak a bérleti díjak az elmúlt 12 hónapban, és Budapest egészére jellemző, hogy átlagosan 165 ezer forintba kerül egy kiadó lakás átlagos havi bérleti díja, ami 10%-os drágulásnak felel meg, hiszen tavaly januárban még 150 ezer forintért lehetett ezeket a kiadó lakásokat átlagosan bérbe venni. A többnyire az egyetemi felvételi pontszámok kihirdetésekor és ilyenkor év elején megélénkülő albérleti piac persze nem csak városonként, hanem gyakran kerületenként is más képet mutathat. Az tény, hogy most már a budapesti átlagfizetés több mint felét ki kell fizetni egy átlagos albérletért, de úgy tűnik a keresettebb kerületekben még van némi tartalék. Általánosságban véve elmondható, hogy mindaddig, amíg nőnek a fizetések, addig növekedhetnek a bérleti díjak is, hiszen a legtöbb albérlet díját bérből és fizetésből fizetik ki azok, akik albérletet keresnek. Ebből levonható az a következtetés is, hogy két dolog van legnagyobb hatással a bérleti díjak alakulására, egyrészt a fizetések alakulása, másrészt pedig a bérletre felkínálható lakásoknak a kínálata. Ebben is nagy növekedés ment végbe az elmúlt 2-3 évben. Most a magánszemélyek több mint 3000 kiadó lakást kínálnak bérbevételre, és hogyha az ingatlan közvetítő kínálatát is ide vesszük, országos szinten több mint 10 000 lakásból válogathatnak azok, akik albérletet keresnek. A szakértők szerint összességében nem várható jelentős bérleti díj növekedés, ám a frekventáltabb területeken még elképzelhetőnek tartanak olyan mértékű drágulást, amennyivel az átlagfizetések nőnek 2020-ban. Együttműködési megállapodást kötött az Óbudai Egyetem és a Budapesti Gépészeti és Szakképzési Centrum. A cél az, hogy a két intézmény kapcsolata szorosabbá váljon. Az intézmények szakértői új típusú villamosmérnök alapképzés kialakítására törekszenek, amelyben nagyobb hangsúlyt fektetnek a korábbiaknál a közép- és a felsőfokú műszaki oktatás egymásra épülésére. Az új képzési modell a Kandó Kálmán villamosmérnöki kar és a centrum iskoláinak együttműködésével indulhat el. Unokázós bűnszervezetet számolt fel a rendőrség a fővárosban, összesen 33 idős embertől csaltak ki pénzt a bűnbanda tagjai.
2018. augusztusa és 2019. júniusa között 43 millió forintot, illetve ékszereket zsákmányoltak az úgynevezett unokázós módszerrel. A csalók a telefonkönyvből véletlenszerűen választották ki áldozataikat, akiket egy angliai számról hívtak fel. Magukat az idősek rokonának mondva azt állították, hogy balesetet okoztak, ezért sürgősen pénzre van szükségük. A pénzért aztán futárt küldtek. A szervezet tagjai közül az eljárás során 18 embert hallgattak ki gyanúsítottként, a bűnszervezet 5 tagját továbbra is keresi a rendőrség. Hamarosan indul a kátyú szezon, az úthibák pedig komoly kárt tehetnek az autóban is, éppen ezért már sokan kötnek biztosítást kátyúkárra. A téli hónapokban egyre több úthiba keletkezik. A kisebb-nagyobb hézagokat aztán kijavítják, de a kátyúk újra és újra felbukkannak, gyakran nem kis bosszúságot okozva az autó tulajdonosoknak. Az igazi kátyú szezon még csak most jön. Az úthibák pedig sok kárt tudnak okozni. Nem csak defektet kaphat az autó, ha belehajt egy termetesebb gödörbe, de sérülhet a felni, vagy a futómű is, sőt a kátyúk baleseteket is előidézhetnek. A biztosítók minden évben több ezer bejelentést kapnak kátyúkárokkal kapcsolatban. A Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője azt mondja, az utak állapotáért az út fenntartója felel, azonban a káreseményt mindig a kárt szenvedett autósnak kell bizonyítania. Azonnal érdemes ott még a helyszínen egy alapos dokumentációt készíteni, ami azt jelenti, hogy minden szempontból fényképezzük körül magát a kátyút, magát a helyszínt, illetve azt, hogy a kátyú milyen kárt okozott a gépjárművünkben. Tanácsos egyébként adott esetben még rendőri segítséget, rendőri intézkedést is kérni, hiszen az így felvett jegyzőkönyv sokat segíthet a későbbi kárrendezésben. Tehát mindenképpen dokumentálnunk kell, fényképekkel pontosan megírni azt, hogy hol, mi történt és mikor történt, és ezeket az adatokat két lehetőségünk van, vagy a biztosító társaságunknak, ha rendelkezünk kártyú biztosítással, neki küldjük be, vagy pedig a területért, illetve az útért illetékes közútkezelőnek. A kátyúk miatt keletkező károk komolyabb esetben több százezer forintos kiadást is okozhatnak az autó tulajdonosoknak, de az átlagos kátyúkár összege 20 ezer forint. A kátyú biztosítást jelenleg önállóan, illetve a KGFB vagy a Kaszkó mellé kiegészítő biztosításként köthetnek az autósok. Jellemzően kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, illetve Kaszkó biztosítás mellé kötik az ügyfelek, hiszen a kaszkó biztosítás elméletileg fedezi a kátyúkárt is, de a kaszkó biztosításoknak az őrrésze többnyire magasabb, mint amennyi az okozott kár. Akinek van biztosítása kátyúkárra, annak nem az útkezelő, hanem a biztosító felé kell jeleznie, ha kára keletkezett. Szenzációs leletek kerültek elő egy pincéből a dísztéren. Az egykori külügyminisztérium területén zajló feltárás során álmos és elődvezér elveszettnek hit szobrait találták meg. Ezek díszítették egykor a halászbástyát, másolatuk pedig ma is látható. A szobrok mellett egy különleges kézmosó medence és számos értékes kőfaragvány is előkerült. Szó szerint a legnagyobb meglepetést ez a két szobortorzó okozta. Még maguk a régészek sem gondolták, hogy olyan értékes leletek kerülnek elő az egykori külügyminisztérium területén zajló feltárás során, mint ez a két szobor. Az álmos és elődvezért mintázó alkotások hollétéről ugyanis eddig semmit sem tudtak. A Mikula Ferenc által készített szobrok eredetileg a halászbástyán álltak, másolatuk ma is ott látható. A most megtalált szobrok a II. Világháborúban megsérültek, utána hozták őket sok más törmelékkel együtt ide, a korábbi Vöröskereszt székhez, hosszú ideig elzárt pincéjébe. Ez egy nem várt hozadéka ennek a munkának, arra számítottunk, hogy nagy mennyiségű kőanyag fog előkerülni, és hogy esetlegesen olyanok is, amik nem az itteni épülethez tartozhattak, és hát ahogy látszik, hogy régészeti korszakú lelet is akár bekerülhetett a törmelékkel együtt, ezért is van itt helyben a régészeti megfigyelés közben a Budapesti Történeti Múzeum régészei. De az egy egyedi eset, hogy egy ekkora méretű szobrászati
emléket ilyen messze kvázi az eredeti helyétől megtalálunk. Ha ember ránéz, akkor egy nagyon szép oroszlán figurát, meg egy sárkány figurát lát a másik oldalon, és ilyen indamotívumokat, amik keretelik ezeket. A 100 éves szobrok mellett ez a tömött mészkőből készült kézmosó medence is előkerült. Az oroszlánnal és sárkánnyal díszített lelet korának meghatározása jelenleg is tart, de azt valószínűsítik, hogy a középkorban készült. Hogyha Magyarország íjakő, akkor hát Tűtőt, Ardos környéki, akkor valószínűleg középkori darabról beszélünk. Ha pedig nem, ha Verona környéki, akkor ott van kettő lehetőség. Tulajdonképpen azt kellene megvizsgálnunk, hogy egy Verona környéki középkori darab, ami ide került a 19. században műkereskedelem révén, vagy pedig hát pont a műkereskedelem által hamisított 19. századi darab, amit egy középkori módra lett tulajdonképpen elkészítve. A régészeti feltárása a Nemzeti Hausmann programhoz kapcsolódva zajlik. Ennek részeként ugyanis a dísztér 2 szám alatt eredeti formájában állítják helyre azt az épületet, amely egykor a Vöröskereszt székházának, később pedig a külügyminisztériumnak is otthont adott. Az új épületről annyit, hogy még előkészítési fázisban van, de a tervek szerint korhűen követi majd az eredetit, viszont belül minden szempontból kortárs, modern, 21. századi épület lesz. A pincében a II. Világháború után lebontott épület töredékeit is megtalálták, ezeket a tervek szerint felhasználják az újjáépítés során. Eddig egyébként csak a pincerendszer egy részét vizsgálták át, így nem kizárt, hogy újabb értékes leletekre bukkannak a régészek. Szénmonoxid érzékelőkre pályázhatnak az első kerületben élők. A készülékeket szociális rászorultság alapján kaphatják meg az érintettek. A cél az, hogy megelőzzék a tragédiákat. Évente egy tucat áldozatot szed a szénmonoxid Magyarországon, és becslések szerint több ezer esetben lehetne szénmonoxid mérgezésről beszélni, ám sokszor nem jut el a mentőkig vagy a tűzoltókig az ügy. Szerencsés esetekben egy kinyitott ajtó vagy ablak megakadályozza a tragédiát. A csendes gyilkos a fürdőszobákban szedi leggyakrabban az áldozatait, ám egyenes arányosság mutatható ki a régi épületek rossz kéményei és a mérgezések száma között. Vagyis ahol sok öreg ház és béleletlen kémény van, óhatatlanul nagyobb a szénmonoxid veszélye. A balesetek megelőzése, illetve a veszélyhelyzet csökkentése volt a budavári önkormányzat célja is, amikor pályázatot írt ki szénmonoxid érzékelőkre. A szénmonoxid érzékelőt a decemberi testületi ülésen fogadta el a képviselőtestület. Ez egy rászorultsági elven működő támogatás. Meg van határozva, hogy kik pályázhatnak. Jellemzően idős, egyedül élő emberek, betegek, kis jövedelmű emberek. A képviselőtestület által elfogadott rendelet értelmében azok pályázhatnak a szénmonoxid érzékelőre, akik az első kerületben laknak, és az egyfőre jutó jövedelmük nem éri el az öregségi nyugdíj minimum 4-szeresét, vagyis a 114 ezer forintot havonta. Ez az összeg egyedül élő lakó esetében 142.500 forint. Az önkormányzat beszerzett szénmonoxid érzékelőket, és aki pályázik, az kap egy készüléket. Ez nem egy olyan pályázat, hogy most kiírtuk, és akkor lezárul valamikor a határideje, erre folyamatosan lehet pályázni, és annak függvényében, hogy mennyi pályázat érkezik, mennyire fogynak ezek a megrendelt érzékelők, fogunk tudni új megrendelést kiadni, és azt szeretnénk, hogy addig is, amíg nem tud elkészülni a kerületben valamennyi lakásnak a energiahatékonysági korszerűsítése, és elavult fűtési rendszerek működnek, nincsenek még bélelve a kémények, stb., tehát fennállhat egy szénmonoxid mérgezés veszélye, addig minden kerületi lakó védve legyen. A rendelet értelmében minden háztartás egy készülékre pályázhat, és a nyertes pályázók legközelebb 5 év múlva igényelhetnek újabb készüléket. Kródi Gyula a Nagy Kópé című regényében a város legszebb mulatóhelyének nevezte az egykori Fácán vendéglőt. A különleges helyen Kossuth Petőfi vagy éppen Barabás Miklós is megfordult. Az ugligeti Fácán vendéglő történetét ismerhetik meg a Hegyvidék Galéria előadás sorozatának újabb állomásán, február 5-én 18 órától. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell a programra. Adásunkat honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n is visszanézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!